Műsorunkat az OTP Bank és a GOB termék támogatja. Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Mai műsorunkban bemutatjuk a háromszéki Bodog község fejlesztéseit. Ellátogatunk Sepsi Bükszádra egy gazdálkodóhoz, és megismerhetik az étfalvi Tóth Ilona fazekasmester munkáit. Műsorunk második felében a csíkmadéfalvi líder pályázatok egy részét is bemutatjuk. Számítunk megtisztelő figyelmükre! Műsorunkat az Alutus Régió Egyesület támogatja. Mekkora község ez a Bodog? Bodog 2700 lakósú község, három településből áll. Bodog a községközpont, Ócöm és Zalán falvak tartoznak még hozzá. Hogy sikerül, úgymond a közérdeket úgy képviselni, hogy elégedett legyen a lakosság? Jó kérdés. Hát, hogy elégedett-e, azt nem tudom, de hát úgy átgondolom a dolgokat, nagyjából biztosan, hogy elégedettek, hiszen itt olyan év még nem volt Bodog községben, nem csak Bodogról beszélve, hanem a három településről, hogy minden évben valami ne legyen építve, vagy ne legyen megvalósítva. Minden évben arra törekedtünk, hogy a településeink nem maradjon egyik se le a másiktól, mindig valahol valamit tudjunk megvalósítani, és én azt hiszem, hogy ez látszik, és mind a három településen, és gondolom, hogy azért a település lakói elismeréssel is vannak. Na ez milyen pénzből lehet ezt megcsinálni? Hogy kell sáfárkodni ezzel? Hát igen. Tehát helyi költségvetésből már előre bocsátom, hogy nem. Tehát ebbe beleértsük a helyi adókat is. Azt is el kell, hogy mondjuk, hogy három éve adót nem emeltünk, hiszen ez, ami van, ez bőségesen elég. Úgy néz ki, hogy hova tovább haladunk, ezt a kivetett, kirót összeget se tudják rendesen kifizetni a lakóink, hiszen a települések nagy része eléggé el van öregedve, gyárok, üzemek bezártak, munkahely kevésbé van, stb. Tehát a megvalósításaink nagy része az uniós pályázatokból van, hiszen minden évben lássuk, hogy hol tudunk, milyen pályázatot tudnánk előkészíteni. Az az igazság, hogy ahogy szokta mondani, a fiókban azért mindig elő van készítve egy-egy dokumentum, ami majd, ha belépik egy uniós pályázat, akkor azt ott minél hamarabb tudjuk előhúzni, hiszen azt kell tudni, hogy aki elsőnek lépik, az hozzájut a pénzhez, aki majd a végére kezd gondolkozni, az bizony lemarad, az a vonat már rég, hogy el van menve. A másik pedig az is igaz, hogy egyre nehezebb az uniós pályázatokat megnyerni. A bürokrácia, ami itt nálunk van, én azt hiszem, hogy nem arra törekednek a mi fejesseink, hogy így mondjam, hogy tudnánk minél több pénzt lehívni az uniótól, hiszen ugye lehet látni, és el is mondják, hogy elég kevés összeget tudott Románia megpályázni, de hát ezt lecsökkentve a településekre, minél kevesebb település tud pályázni, ez a bürokrácia miatt, a másik pedig ugye a pénzek, mert minden pályázathoz azért oda kell tenni az önrészt, és hogyha nincsen önrészed, akkor nem tudsz. Hogyha felveszed a banktól, szívesen ad a bank hitelt, csak azt vissza is kell adni, hogy azt vissza kell adni, akkor az már a kamattól van, stb. Majd aztán ugye megjön a számvevőszék, és akkor megkérdezi, hogy miért is csináltad, és melyik pénzből, tehát nem éppen olyan egyszerű, de azok a települések, akik nem lépnek, és nem az uniós pályázatokból akarnak valamit tenni, azok nem tudnak elérni a helyi költségvetésből semmit. Na és akkor itt volt a líder. Ehhez hogy sikerült hozzáférni? Ebben is meg volt a pályázat a fiókba. Igen. Hát tehát mikor a líder ugye megalakult, a líder csapat, azt hiszem, hogy az elsők voltunk, akik helyet is felajáltunk, irodahelyiséget itt Bodokon,
hogy minél hamarabb tudjak ugye ők is elindítani, meg összerakni a csapatot, az emberekkel lettek oda is a Lidl csoportba. Meg volt, hiszen a kultúrotthonunk akkor, amit hamarosan letettünk a pályázatba, az 2003-ban a dokumentáció el volt készítve, már egy uniós pályázatban, amit ugyan megnyertünk, a 322-st vidékfejlesztési pályázatot, abból ki kellett vegyük, mert a pontszám nem volt annyi, hogy nyerő legyen. Ezért a kultúrotthonnak a dokumentáció, tehát az előterveit magyarul félretettük, és a Lidl, mikor elindult, azonnal le tudtuk tenni, és ahhoz ugyan hozzácsatoltuk egy műgyepes pályát az iskola a sportcsarnokunk mellé, ahol régen már volt egy ilyen kézilabdapálya, de hát az már időt múlta, és akkor hamarosan le tudtuk tenni, hiszen meg is nyertük a pályázatot, ami 200 ezer eurót jelent, és nagyjából a kultúrotthon el is van végezve, a sportpályán most folyik a munka, remélem, hogy augusztusra az is elkészül. Tehát újból egy olyan megvalósítás, amit hangsúlyozom, hogy a helyi költségvetésből nem tudtuk volna ezt megtenni. És jó célt szolgálnak, közösséget építenek. Igen. Hát tetszik tudni, ahol az iskolában minden osztály teli van gyerekkel, és úgy nézem, hogy azért a fiatalság egyre több, és szebb gyerekek vannak a településen, azért velik is kell foglalkozni, azért kell a sportpálya, sportcsarnok. Sajnos ugye én gondolom, hogy az iskolánál is jobban oda kellene figyeljenek a sporttanárok, mert itt mi még egy pályázatot nyertünk a hetes kormányhatározat vagy rendeletből, amiből rendbe tettük a bodoki futballpályát. Sajnos most jelenleg a futballcsapat nem működik, hiszen nem volt, aki foglalkozzon, oda is finanszírozás is több kellett volna, de hát azért csak kellene egy ember, aki a gyerekekkel foglalkozzon, mert hiába építsük a pályát vagy a sportcsarnokot, hogyha nincs, aki velük foglalkozzon. Tánekkel foglalkozunk, földek. Mennyi állat van? 107 van most jelen pillanatban. Fejüstán, bóli, együttvéve minden. Tejtermelésre foglalkozik. Tejtermelés, igen. Milyen a piaca a tejnek most itt erre? Gyenge. Nagyon gyenge. Most az utóbbi 3 hónapban van ilyen vissza. Vették a tejárat, és nagyon nehéz ezt most átvészelni. Hát vészeljük által, de nagyon nehéz. Támogatásokat nem fogjuk kapni, akkor lakatot az istállóra lehet beletenni, mert nem tudjuk, nem jövünk ki. Mi van arról szó, hogy nem kapnak támogatást? Hát nincsen, de olyan kritériumok vannak, hogy nagyon nehéz betartani. Úgyhogy abban van a gond inkább a kritériumokkal, hogy mostanig menjen, de most ezt is kéne, azt is kéne. Nincsenek tisztában birtoklevelek, bigszalt szintén. Ott kiadták valamikor, de mind az ősökre, nem a tulajokra. A mostani tulajokra. És így gond. Legelteti őket, vagy az istáróba tartja? A fejüstáneket bánlegeltetem, úgy értve, hogy rendes állatás és az istáló mellett ilyen szakaszos legeltetésre mennek ki napi 3 órára. És a fiatal üszőköt így mond, azok fent a legelőn. Van egy 35 hektár egy bokba legelőm, és azon legeltetem. Minden nyáron oda megyünk fejjel velük. Nos, a takarmánykészítés, az hogy hol történik, hogy van? Hát a takarmányt saját magunk állítsuk nagyjából elé a gabona kivételivel. Most jelen pillanatban sillónak készítjük a földet, sillótörőbúzát vettünk 16 hektárt. Akkor lucernákot vetegettem 11 hektárt azt is az idén. De még van, úgyhogy vagy 35 hektáron az is, amiből fóliákat szoktam csinálni, hogy a sillót takarmányt, a fűsillót, abból oldjuk meg. Hát nagyjából inkább a gabonás, a borot, a sörgyári pótlék, azt ott szoktuk vásárolni inkább. Hogy az a takarmányozzák. Igen, az a segítség, egy fajta segítség az a borot. Mennyire van gépesítve a gazdaság? Hát, így mondom, nagyjából fejőháztól elkezdve, nagyjából gépesítve van, úgyhogy nagyon kicsik, ami kézi munkára van szükséget.
próbáltuk, én arra fektettem, úgyhogy minél kevesebb munkaerőt kelljen kifájtani, fizikai erőt inkább nem. És a növénytermesztés? A növénytermesztés, ahol meg vagyok elégedve, ha legalább olyan évünk lesz, mint a tavaly, mert nem győztük kaszolni. Csak ne legyen olyan, mint a tavaly előtt a szarvas ragmat. Akkor az egy gond. Tóriaig kellett menni, vagy mit tudom, a közelvei falokba, ahol nagyobb a gabonatármővidék, szalmával kellett kitaláljuk a meddüket, úgy itt vagy szalma, mind szén a hájt. Ma az egyéb takarmat azt megcsináltuk, úgyhogy az reméljük az időjárás, az idén csak kedvez megint nekünk. Növénytermesztés gépesítésével hogy áll? Hát azt ott tavaly sikerült a pályázaton keresztül felújítsam, már voltak már gépek belőle, de próbáltam, hogy például a silló csomagolást, azt mostanig nem volt, azt ott gépesítettük, hogy tiszta új gépbe kell, hogy hamarabb tudjunk, és minél többet le tudjunk venni a földről, minél több termést. Mert abban van a lényeg, hogy minél jobban használjuk ki, trágya megvan, akkor ma legyen föld is, amiből kivenni, mert azzal próbálkoztunk, úgyhogy sikerült e pár gépet így mond forgat, összeverő, körkaszó, traktor, alázó, csomagoló, aká. Ezt a LEADER pályázattal. Igen, ezt a pályázaton keresztül sikerült a LEADER-en keresztül tudtuk megvalósítani, mert egy jó segítség volt, hogy fel itt állódott az összegnek, amit végül is vásároltunk gépeket. Most még pályáztam egyet, úgyhogy most meg szerzés alá inni, csak a LEADER-ni. Az miről szól? Hát az egy forgató és egy etetőkocsi. Uh-huh. Hogy azok kettő gép elmaradt. Tavalyiból már féltem, hogy lassam a pénzfelit, nem akartam nagy adósságba várni magamot. És így elmaradt, és akkor az összeálljött egy ötlet, hogy még valami pénz maradt meg, és akkor nem pályasz, nem szívesen már. Most annyi pénz úgy néz ki, hogy sikerül. Uh-huh. Állandóan fejleszteni kell a gazdaságban, másként nem megy, ugye? Hát az örökké talpon kell lenni, örökké a lépést tartani kell, ha egyszer visszaléptél, akkor zuhansz. Nem, nagyon nehéz megállni abban a pozícióban, örökké a lépteket azt tartani kell a fejlődéssel már, hanem akkor sok mindennel elmaradsz. Nem olyan, hát én látom az a csomagolással, úgyhogy az egy apró példa, ami az enyém. Mit kellett mostanig hordani az ődet, most pedig ballázó csomagolód otthon más tartészta, úgyhogy finomabb takarmán tudunk elé állítani. Kevesebb ember kell, kevesebb lehet inkább embert kapni erre a munkára? Hát az is nagyon nehéz. El is vannak húzódva külföldre, és aztán mi a kemény munka nem mindenkinek tetszik. Az az őszinteség, úgyhogy de azt ott nem is lehetett fizikailag, azt is traktorokkal kellett azt a sok, mert rengetegről van szó, no, ennyi állatnak rengeteg takarmán kell, itt több száz tonna takarmánról van szó, és az kézjárővel nagyon nehéz, azt csak gépesítve lehet. Tervei? Hát terveim felszaporítani az állományt egy 120 főre, legalább azt a fődeket, ami jelen pillanatban megtartani, karban tartani, művelni, hogy elé van írva, és a lépést csak tartsuk tovább, ha valami fejlemények, akkor gépeket cseréljük oda, kell próbálni, mindent oda faktatunk, nem üdülünk a tengerparton, hanem itthon dolgozgatunk. Hát így lehet megélni, másképp nem tudsz megélni a világ. Ez egy nappal téve. Már 8 évet tanulom a mesterséget, és azóta van hagyománya, van itt a faluban a fazekasságnak? Van. 1800-as években élt egy fazekas. Nevét nem tudjuk, csak edényeket, képekről láttunk. Még ezt utólag fedeztük fel, hogy itt is lakott. Tehát Bodokon volt sok fazekas, ott volt fazekas a térség. Jó fazekas, jó fazekalnivaló agyag van a környéken.
És ezt akkor mi vitte arra, hogy gondolkodott, amikor azt mondta, hogy ezt választom, ezt a szakmát? Mindig is érdekelt az agyag, hogyha valahol találtam egy darab agyagot, azt hazavittem, és formálgattam belőle. Hát álmodoztam róla, hogy egyszer majd, hát ha sikerülne. És miután elvégeztem az egyetemet, Kolozsvárról hazakerültem, itthon Sepsiszentgyörgyön találtam egy fazekas mestert. A Guzsolyas Alapítványnál tartottak fazekas tanfolyamot, és oda iratkoztam be 8 évvel ezelőtt. És 2 évet tanultam, közben gyerekeim születtek, volt egy kis szünet, és korábbi munkahelyemre nem mentem vissza gyereknevelési szabadság után, hanem úgy döntöttem, hogy itthon megpróbálom kialakítani a műhelyt, ahol dolgozhatok. Mit tanult Kolozsváron? Környezettudományt, földrajzszakon. Mi volt az a szikra, amikor azt mondta, hogy én belevágok ebbe a fazekas mesterségbe? Ajaj, nehéz kérdés. Tehát úgy éreztem, hogy az egy nagy álom, amit nem biztos, hogy elérek, hogy, tehát, hogy itthon ezzel dolgozhassak, tehát amit szeretek. És ebben támogattak a szüleim is, tehát nagy lépés volt otthagyni a korábbi biztos munkahelyet, és itthon próbálkozni. És akkor mivel kezdte? Hát először ékszerekkel kezdtem, agyagékszerekkel, mert azt bent is tudtam a kicsi gyerekek mellett. És a vásárokba jártunk, meg ismerősök széthordozták, úgymond, ilyen női csoportokba, és jól fogadták, tehát jó támogatást kaptam a vásárlóktól is, jó visszajelzéseket. Akkor kellett, ahhoz nem kellett korongozó, vagy? Ahhoz vagy még hogy... nem kellett az ékszerhez korongozó, viszont a férjem, mivel asztalos, ő elkészítette fazekas korongot, ilyen hagyományos lábbal hajtós korongot, úgyhogy a pincében volt egy korongunk, csak ott hideg volt, meg sötét volt, tehát nagyon vártam, hogy már kijöhessek a pincéből, és legyen egy világos, meleg műhelyünk. És akkor ez mikorra készült el, mikorra? Hát amikor a pályázatot elindítottuk, a LIDER pályázat révén, tehát elkezdtük a pályázati papírokat, és akkor ott kiderült, hogy tehát kell, szükség van ahhoz, hogy a gép, egy műhelyt kialakítani, ahova a gépeket betehessük, és akkor innen fogva a férjem segített, a régi istállót alakítottuk át a kis fazekas műhelyi, és akkor egy év elteltével lassan be is rendezkedtünk. Mik ezek a gépek? Hát először is a fazekaskorong, egy elektromos fazekaskorong, akkor, ami legfontosabb, a kemence, 2 kemence van egy nagy méretű és egy kisebb. Akkor agyagnyújtógép, mert az előtt sirítettem, mint a tésztát. Nagy munka volt az agyagot kisiríteni. Ez sokat segít. Az is. Van egy agyaggyúrógépünk, és futató a kamra a neve. És van egy ülepítő tartály, amiben az agyagot, a megszáradt agyagot, vagy a rosszul sikerült edényeket újraáztathatjuk, és így az agyagot újra használhatjuk. Ez komplett fazekas műhely? Tehát itt egy fazekas minden meg tud, el tud készíteni? Ez már olyan felszereltségű műhely? Igen. Hát önteni nem szoktunk, tehát van egy pár gipszformánk, ami segítségül, tehát amik fazekas korongon, meg agyagnyújton készül, azt igen, elkészítheti egy fazekas. Ez mekkora segítség volt? Hát nagy segítség volt. Tehát enélkül nehéz lett volna biztosítani egy fizetést, tehát megélhetést számomra. És most már ez biztonságot jelent, szakmai fejlődést hoz, és tulajdonképpen a művészet, a művészi részét is ki tudja élni ebben a mesterségben, szakmában. Igen, igen, nagy szabadságot ad. Miket készít?
Hát elsősorban használati tárgyakat, kisebb dolgokat, tehát kapusztás fazakat még nem. Nagy agyaggal nőnek, legalábbis nekem nehéz elbánni, tehát oda nagyobb fizikai erőkkel. Tehát bögréket, tányérokat, ékszereket még mindig mellette. Azt még nem tudtam elhagyni, mert azt is keresik a vásárlók. Cukortartó, méztartó, ez csiráztató edény. Valamelyik tájegység, valamelyik fazekas vidéknek a mintáit, motivumait, formáit is beleépíti, vagy ez egy egyedi? Építgettem, igen. Tehát virágmotivumokat, meg madarakat figyelem főleg. Tehát ilyen könyvekből, szakkönyvekből nézegettem. És tehát nem csak helyit, hanem erdélyi szinten. Értékelik-e az emberek ezt a kézműves termékeket? Szerencsére igen, főleg itt a vidékünkön. Tehát első években csak Sepsiszentgyörgyre jártam, meg környékre vásárokba is nagyon jól fogadták. Tehát legtöbb vásárban üres maradt a stand, és ez nagyon jó visszajelzés volt, bátorítás a további munkára. És hogyan tovább? Milyen tervei vannak még? Most megvan a műhely. Mit szeretne elérni? Hát szeretnék megélni belőle, tehát nyugodtan éldegélni itthon. Tehát vásárokba eljárni, mert szükség van arra is. Tehát azt is meg tudnám tenni, hogy itthonról adom el csak a termékeket. Tehát boltok eléggé igénylik, tehát Sepsiszentgyörgyön is, de még Bukarestbe is vitte el boltos. Tehát eljött hozzánk, és nem is kellett elutazni. Viszont a vásárokra szükség van, hogy találkozni a vásárlókkal, látni, hogy örülnek a termékeinknek, megdicsérnek, ez nagyon nagy erőt ad. Műsorunkat az Alutus Régió Egyesület támogatta. Aki pálinkát szeretne főzni, tudnia kell, hogy mely gyümölcsök a legalkalmasabbak erre a célra. A házi pálinka főzés módszerét, eszközeit is bemutatja a könyv. Milyen pohárból, milyen hőmérsékleten igyuk ezt a kiváló tüzes vizet, hogyan adjuk meg a kellő tiszteletet a gyümölcs termesztőjének, az ital készítőjének, vagyis mindannak, ami egy kortnyi pálinkában ölt testet. Nos, mindenről olvashatnak a házi pálinka főzés című könyvben, amely megrendelhető a tájkép@erdély.tv e-mail címen, valamint a 0735 206 330-as telefonszámon. Műsorunkat támogatja a Csíklíder Egyesület. A Csíklíder Egyesületnél pályáztunk többek között turisztikai programokra, amiből megvalósítottunk, a pályázatban foglaltakból az egészet megvalósítottuk, ebből a legjelentősebbről beszélnék. Az egyik legjelentősebb a Madéfalvi Hagyma Fesztivál, amelyet minden évben megszervezünk közösen az önkormányzattal, és nagyon jó híre van, idén már a 7-et fogjuk megrendezni, nagyon sok turistát vonz testvértelepülésekről, Magyarországról, belföldről, és viszi a falu hírnevét, mert színvonalas, csak helyi termékekre alapozunk, csak helyi értékeket képviselünk, és nagyon szeretik ezt az emberek. Erre a rendezvényre mennyi forrást sikerül szerezni? A projekt összértéke 10 000 euró, áfa nélkül, és a 4 rendezvényre úgy közel arányosan osztottuk el a költségvetést. Ugye a Hagyma Fesztiválra olyan 3 000 eurónyi összeg jutott. Ebből megvalósítottuk a mediatizálást, plakátokat nyomtattunk, bannereket nyomtattunk, kötényeket, pólókat, minden, ami viszi a falu hírnevét, a színpadot béreltük például a táncosoknak, az előadóknak. Tehát ami belefért a pályázatba. Ifjúsági Egyesület is működik Madéfalván. Ez miről szól? Igen, a Madéfalvi Ifjúsági Egyesület a legelső civil szervezet, ami működik Madéfalván. Közel 10 éves már az egyesület, talán még több is, és ezáltal az egyesület által már számos forrást sikerült lehívni. Most a Líderből itt is egy 10 000 eurós összeget sikerült lehívni. Itt a kulturális programokra helyeztük inkább a hangsúlyt ennél az egyesületnél. Bálokat szerveztünk, farsangi előadásokat, tehát a kultúrára
Andrásnapi, Katalinnapi bálok, amit ugyanúgy nagyon szeretnek, ugye a helyiek, mind a turisták is, mert élő zene van, helyi ételeket szolgálunk fel, hagyományos disznóvágás van előtte, és ezzel próbáljuk a falu hírnevét vinni és emelni. Úgy érzem, hogy mind közösség formáló, közösség építő dolgokra költötték ezt a forrást. Igen, ez is volt a kiírás célja, és ki is használtuk maximálisan. Műsorunkat a Csík Líder Egyesület támogatta. Műsorunkat támogatta a Góbé Termék és az OTP Bank. Agrárhitelekkel virágzik az üzlet.